Ahogy azt már megszokhatták a városban élők, idén is rengeteg program várta a kicsiket és nagyokat az Icsiligetben az ünnep alkalmából. A fehérvári huszárok bemutatóval és lovaglással is készültek, valamint rengeteg népi játékkal ismerkedhettek meg az ünneplő székesfehérváriak. Solymosné Majzik Etelka családjával érkezett az Icsiligetbe. Mint mondta, nagyon örül, hogy a gyerekek számára is érdekes programokon tudnak részt venni és megünnepelni március 15-ét. Én a két unokámmal, meg a lányomékkal jöttünk, ma jöttek Budapestről, és gondoltuk, hogy akkor megnézzük. Az első András király lovagrend lelkes hagyományőrzői a Honvéd tüzérség fegyvereit ismertették meg a kilátogatókkal, valamint csikósaik bemutatták az ostor használatát is. A lovagrend évről évre kint van a nagyobb ünnepeken, mivel ahogy Bence Tamás elmondta, szeretnének minél több embert bátorítani a hagyományok fenntartására. Valahogy az apró népeket ösztökélni kell, és ők is ugye látványra mennek oda, szeretnek kézbe venni minden természetesen, mikor meghallják, hogyan szól egy fegyver, egy pisztoly, egy korabeli csappantyús pisztoly, vagy egy kovászpuska, hát egyből az érdeklődés középpontjába kerül. Fiú ember az olyan, kérem szépen, szereti a fegyvert, akármilyen pici is, ha más nem megfogni, megsimogatni. Reméljük, hogy későbbiek folyamán be is áll közénk és megtanulja használni. Az Icsiligetben lévő programokon a gyerekek nemzeti színű bojtokat és karkötőket készíthettek, ügyességi játékokat próbálhattak ki, és rengeteg élménnyel gazdagodhattak.